Sziasztok, ez itt újra a VR, március 18-a van hétfő délelőtt, és ma az időjárásról fogunk beszélgetni. Itt láthatjátok, hogy a debreceni részen, ahol korábban tartózkodtunk még a reggel folyamán, viszonylag jó idő van, 8 fok, elérkezett a pulcsis időszak, de ugye megtettünk egy egészen hosszú ügyet ide Mordorig, ahol szintén 8 fok van, csak iszonyatosan fúj a szél. Azt nem tudom, hogy napközben vajon milyen idő lesz, a hajnali órákat látjuk, amikor már elindultunk. De vajon napközben milyen időjárásunk lesz? Láthatjátok azt is, amiről már nagyon-nagyon régóta beszélünk nektek, és igazából erről fog szólni ez a videó, hogy ezt fogjuk nektek bebizonyítani, hogy miért van az, hogy Debrecen fölött nap van és kis felhő, és Mordor fölött miért esik az eső. De komolyra fordítva a szót, miről is szól ez a mai videó? Instagramon biztos láttátok már néhány héttel ezelőtt, hogy az OMSZ-nál jártunk, egészen pontosan az Országos Meteorológiai Szolgálatnál, ami nem OMS, mert az még mindig a mentőszolgálat. De ebbe a témába nem megyek még egyszer bele. Szóval, két helyszínen is voltunk. Az egyik az operatív központ, ami egyébként ugye Budapesten található, csak úgy, mint a másik, de ez inkább a belvárosi részen, ahol az operatív rész van, és egy múzeum. Ami ugyan olyan mérőeszközöket és olyan klasszikus eszközöket tartalmaz, ami ugye a korabeli meteorológiát segítette elő, illetve amiket az akkori meteorológusok és időjárás előrejelzők és éghajlatvizsgálók emberek használtak. A másik rész az már maga a terep, ahol a konkrét mérések és konkrétan a radar központ is van, illetve még néhány légtechnikai dolog, de ezekre kitérek majd útközben. Szóval ezen a két helyen jártunk. Szerettük volna, hogyha kicsit többet megtudtok az Országos Meteorológiai Szolgálatról, arról, hogy pontosan mit csinálnak, illetve hogy hogyan épül fel, de csak nagyon egyszerűen, nagyon érthető módon, illetve a másik dolog, ami miatt elkészült ez a videó, az egy felhívás arra, hogy hogyan tudunk mi nem segíteni a meteorológiai előrejelzések pontosságát, hanem nem akadályozni. De kezdjük először az ismertetéssel. Szóval, amit az operatív résznél láttunk, ugye, nagyon-nagyon kedves volt mindenki, akivel találkoztunk, nagyon jól beszélgettünk, és örömteli volt látni, hogy ott is vannak nézőink. Köszönjük nekik. Meg tudtuk nézni azokat az irodákat, ahol folyamatosan látják az emberek a visszajelzéseket a különböző mérőműszerekről, és ahol összeállítják azokat az időjárás előrejelzési diagramokat, és egyébként grafikai térképeket, amik amúgy majd, hogy nem live-ok, tehát folyamatosan lehet látni az időjárás változását, ami alapján elkészülnek az előrejelzések, amik később felkerülnek az internetre, meg jelennek más platformokon is, illetve más oldalak, akik nem a meteorológiai szolgálat, felhasználják ezeket az adatokat, és vicces Facebook képeket társítanak hozzá, és elmondják, hogy esni fog az eső. Időkép. Ezek egyébként borzasztó részletes, nagyon-nagyon bonyolult adatok alapján tevődnek össze ezek a grafikai megjelenések, illetve hát grafikai diagramok, vagy live diagramok, amiket láttunk, baromi jól néznek ki. Nem akarok nagyon belemenni abba, hogy hogyan működik ez az egész rendszer, pedig elmondták, és egyébként érthető, csak nem akarom nagyon húzni az időt, mert tudom, hogy nagyon sok mindenki egyébként nehezen tudná összerakni a fejébe ezt az egészet. Szóval, az előrejelző központ, ahol az adatokat feldolgozzák, és ahol készülnek ezek az előrejelzések, és ahol a mintákat lehet venni, az információból, ami alapján el tudnak készülni az előrejelzések és vagy különböző projektek, amikről egy kicsit beszélek majd nektek még egy nagyon picit mindjárt, annak az operatív központja itt van, a múzeummal együtt, ahol meg lehet nézni ezeket a korabeli eszközöket, illetve van egy bazinagy könyvtár, ahol valamiért elmentünk olvasni. Itt egyébként alkalmam volt interjút készíteni, ahol elég sok mindent megtudtunk. Én igyekeztem a kérdéseimmel tulajdonképpen megtalálni a választ arra, hogy hol is tart Magyarországon a meteorológia és az időjárás előrejelzés, illetve ez az egész összvilághálózatban hogyan veszünk részt, hiszen ez egy egész világra kiterjező szervezet, ami minden egyes mérőállomás és minden egyes ilyen szolgáltatásnak az összinformációjával határozza meg a föld időjárását. Arra voltam kíváncsi, hogy ebben hogyan veszünk részt, arra voltam kíváncsi, hogy mi milyen színvonalon képviseljük ezt a dolgot, milyen szinten tudunk biztosan meteorológiai adatokat gyűjteni, illetve előrejelezni, illetve a már említett adatokat vizsgálni, hogyan állunk Európához képest, hogyan állunk a világhoz képest, mennyire pontosan tudunk előrejelezni időjárást. Oké, tehát most az Országos Meteorológiai Szolgálatnál járunk. Ez egy nagy múltú intézmény. Jövőre lesz 150 éves. Első Ferenc József császár és magyar király írta alá az alapító okiratot, ugye 1870 áprilisában. Azóta gyakorlatilag folyamatosan állami intézményként meteorológiával foglalkozunk. Ugye a hétköznapi ember számára a meteorológia az tulajdonképpen az időjárás előrejelzésével egyenlő. Azért ennél sokkal több mindennel foglalkozik ez az intézmény. Természetesen az időjárás előrejelzése az, ami a
legnépszerűbb dolog, és a legismertebb, de ahhoz, hogy jó előrejelzéseket készítsünk, ahhoz ugye jó mérések kellenek, tehát a mérőhálózat működtetése, fenntartása, fejlesztése, ez egy kiemelt feladatunk. Az előrejelzések fejlesztése is legalább ennyire fontos, és hát akkor beszéljünk pár szót arról, hogy mi az, ami előrejelzésen kívül is létezik, ugye éghajlat, éghajlat kutatással, illetve az éghajlat változásának a kutatásával is foglalkozunk, és egy kevésbé ismert dolog, ez pedig a levegő kémia, tehát a légkörben lévő szennyező anyagoknak a vizsgálata, a terjedésének a modellezése, ez mind-mind ide tartozik. Az időjárás előrejelzés tényleg a legfontosabb dolog minden emberben. Előre lehet jelezni az időjárást, vagy nem? Az időjárást lehet előrejelezni. Az, hogy milyen pontossággal lehet előrejelezni, na ez egy fontos kérdés. A társadalomnak az az igénye, hogy a lehető leghosszabb távra, lehető legnagyobb pontossággal mondjuk meg, hogy milyen idő várható. Vannak olyan időjárási helyzetek, amikor elég nagy pontossággal relatíve hosszú ideig tudunk jó előrejelzéseket készíteni. Ugye ez a relatíve hosszú idő azért azt tudjuk, hogy a mi esetünkben olyan 10-14 nap maximum, amikor megbízható előrejelzéseket tudunk mondani. Ugyanakkor vannak olyan időjárási helyzetek, amikor a következő egy-két napban sem lehetünk biztosak. Nyilván van az időjárásnak egy fajta forgatókönyve, amit úgy nagyjából követni fog, de az, hogy pontosan mikor, hol, milyen események következnek be, ez nem mindig látszódik. Nem azért, mert a meteorológusok nem képesek ezt észrevenni, hanem az előrejelzési modellek nem tudják pontosan megfogni ezeket a dolgokat. Viszont amit sokan nem vesznek figyelembe, hogy olyan matematikai egyenletekkel dolgozunk, amilyen egyenleteknek nincsen exakt megoldások. Ugye egy iskolásnak, csak hogy egyszerű legyen a példa, iskolásnak feladják a házi feladatot, a matek tanár ugye elvárja, hogy exakt megoldást találjon. Itt esetünkben nincsenek exakt megoldások. Ezért nagyon gyakran csak valószínűségeket tudunk előjelezni. Ez a fontos, eddig erről nem nagyon esett szó, az utóbbi években próbáljuk ezt átadni a nagy közönség számára is, hogy így tekintsenek az előrejelzéseknek. De vannak bizonyos eseményeknek a bekövetkezési valószínűsége nagyobb, míg más eseményeké kisebb. Ebben az épületben egyébként még egy nagyon-nagyon fontos folyamat zajlik, mert egy dolog az, hogy ugye a kijelzőkön az összegyűjtött adatokat ugye fel tudják dolgozni itt az emberek. Másik dolog az, hogy egyébként itt el tudnak készülni azok a fajta időjárás jelentések, amiket a videó elején láttatok, ez is ott készült helyileg. De a legfontosabb dolog az az, hogy a mérőállomásokon kinyert adatokat, a radarképeket és minden más adatot egybe gyúrva, ezt vizuálisan megjelenítve egy szuper számítógép végzi, ami szuper számítógép. És ezt, mint aki jól végezte a dolgát, betették a pincébe. Volt alkalmunk megnézni, bazi nagy, és gyakorlatilag ez egy céleszköz, tehát ezt ne úgy képzeljétek el, hogy ez egy olyan szuper számítógép, amin négyszer gyorsabban fut bármilyen videójáték, hanem ez egy komplex számítástechnikai rendszer, igazából azt kell, hogy nem is igazából egy számítógépről van szó, hanem egy egész farmról, persze ez egy kicsit túlzás, de nagyjából így kell elképzelni, ami célirányosan ezekre a számításokra van specifikálódva, hogy az adatfeldolgozásokat minél pontosabban végezze el, és ezeket át tudja fordítani azokba az értelmezhető grafikonokba és live előrejelzési képekbe, amiket ugye láthatatok már a bírólokon. Utána kimentünk terepre. A terepen igazából a háttér információt láthattuk. Amit mi láttunk belőle, az tulajdonképpen itt is van egy ilyen kis muzeális része, ahol ilyen régi dolgokat lehet megfigyelni. Ezen kívül egyébként itt ebben a kis múzeumocskában, ami a szabad téren van, van a lufigyár. Nem lufigyár. Ez egy léggömb felfújó egység tulajdonképpen, ahol ugye a meteorológiai léggömböt engedik fel egy nap kétszer innen, Budapestről, ami tulajdonképpen valami végtelen komoly magasságokba felemelkedve méri a levegő szennyezettségének a tartalmát, a levegő csapadék tartalmát, a levegő sűrűségét és egyéb dolgokat megmér egészen a végtelen magasságig, gyakorlatilag majdnem a stratoszféra széléig repül ki ez a meteorológiai léggömb, amit még egyszer mondom, kétszer engednek fel egy nap, és ami azért nagyon-nagyon érdekes, mert mi megtudtuk, a világon ezt a léggömböt mindenhol egyszer engedik fel. Amit a király, gondoljatok bele! És egyszerre mindenhol egységes képet kapunk a levegőről. Hát mi ez már, ha nem király?
Ezen kívül még nagyon-nagyon sok érdekes dolog van itt. Igazából azok az analitikai vizsgálatok, itt konkrétan kémiai laborokat képzeljetek el, amik mondjuk például a levegő szennyezettségét mérik, és a többi, azok is itt vannak. Ezek különböző ilyen levegőfiltereken keresztül, ilyen levegő minőségmérő vagy légtömegmérő eszközökön keresztül kapjuk meg ezeket a kis filtereket. Ezekben látunk jó párat egyébként. Ezek alapértelmezetten fehér filterek egyébként, amik nagyon csúnyán be tudnak feketedni, például a fűtési szezonban. Láttunk is egy ilyet. Wow! És az a lényeg, hogy ez nem egészen csak arra szolgál ez a filter, hogy kiveszik onnan a kedves kollégák, akik itt is nagyon kedvesek voltak a kint a terepen, és köszönjük szépen az információkat, hogy azt mondják, hogy fekete, és így na ez aztán rossz, tehát nem erről van szó. Ezeket mind analitikai laborokon belül ott a helyszínen meg is tudják vizsgálni, ki tudják belőle nyerni az adatokat, és egészen pontos kémiai összetételt tudnak biztosítani éppen a levegő összetételéről az adott időszakban. Ezekre nem csak azért van szükség, srácok, mert ők ilyen nagyon kíváncsiak, vagy mert mindenkinek tudnia kell, hogy miből tevődik össze a levegő a nap 24 órájában, hanem bizonyos uniós standardoknak is meg kell felelni, illetve van nagyon sok jelentési kötelezettsége az intézménynek Európa más részei felé is, hogy itt milyen a levegő. Úgyhogy ezt mind innen végzik. Nyilvánvalóan mobilállomás is van, nem csak helyileg ezen a telepen végzik ezt a dolgot, hanem van erre egy kocsi is kifejlesztve, ahol egyébként belül nagyon komoly mérőműszerek vannak, a tetejükön ugyanúgy ott van ugyanez a légtömegmérő eszköz, amivel ugye ugyanazokat a vizsgálatokat tudják elvégezni, és ugyanúgy meg tudják mérni Magyarország bármely pontján a levegő minőségét. Ezen kívül a legfontosabb rész, és ami tartalmazza igazából a felhívást is ebben a videóban, az maga a radar, ami brutális. Ez egy iszonyatosan durva radar, egy nagyon-nagyon komoly, szintén nagyon komoly nagy teljesítményű számítógépekkel vezérelt radar állomás, ami egyébként egy ilyen durván 5,7 GHz-en sugároz egy ilyen hatalmas energiájú jelet, ami 200 km sugarú körben ettől a ponttól meg tudja határozni a kibocsátott hullámok és eltelt idő és visszanyert hullámok amplitúdójával és erősségéből azt, hogy melyik terület fölött éppen milyen sűrű csapadék várható, illetve más ugye levegőben történő változásokat is meg tud mérni, de inkább a csapadékot figyelik ezzel. Na most ugye ez nagyon sok mindenhez hozzátartozik, tehát nagyon komoly esőzéseket kell előrejelezzenek, jégesőt, stb. Ezt mind ez a radar végzi, hiszen a kibocsátott hullám, amikor visszatér, folyamatosan visszajelzi ezeket az információkat. De hol van itt a gond? A gond ott van, hogy sokak számára ismerős lehet egyébként ez az 5 GHz-es frekvenciatartomány. Igen, valóban nagyon sok vezeték nélküli eszköz van, ami jelenleg ezt a tartományt használja, illetve nagyon sok nagyon erős vezeték nélküli jelet sugározni képes eszköz van, ami ezt a frekvenciatartományt használja. Erre megvannak a szabályok és a szabályozások, hogy hogyan kell ezeket az eszközöket használni, viszont ezen kívül nagyon sokan felelőtlenül, vagy kicsit tudatlanul, pontatlanul használják ezeket az eszközöket, nem az előírásoknak megfelelően. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy mivel hogy ezek az eszközök zavarják a meteorológiai radarokat, hogy valaki szándékosan akarja zavarni, hogy aztán nem mondod meg, hogy lesz eső. Nem erről van szó, hanem nagyon sok esetben a gyártó, akitől rendelik, feltünteti rajta a frekvenciatartományt, és valójában nem is abban működik az eszköz, mert teljesen rosszul van kommunikálva, vagy rosszul lett beállítva, vagy egyszerűen csak felelőtlen használat eredményezte, de egyszerűen összeakad ezzel a frekvenciával, és azt látjuk, majd láttok ezt ebből a képeket, hogy ez a 200 km sugarú kör, ahogy megvan adva, folyamatosan ugye fontos információt kapunk a légkörről, viszont ahol van ilyen zavaró egység, ott a radar úgymond vak. És ezt úgy kell elképzelni, hogy tulajdonképpen a hullám, ahogy elindul, már egy ilyen 50 km-es körzetben is, ha van egy zavaró jel, akkor tulajdonképpen egy 200 km-es sugárban, egy ilyen körülbelül 2 fokos kis torta szeletben teljesen vak a radar. Ami azt jelenti, hogy igen, elég furcsán néznek ki, hogyha mondjuk a meteorológiai képeken, amiket az interneten látunk, lennének ilyen kis szeletek. Valószínűleg tartom, hogy a legtöbb chemtrail-es vagy UFO kutató visszajelezne azzal, hogy tudtam. Természetesen nem erről van szó. Nagyon komoly algoritmusokat és matematikai rendszereket használnak arra, hogy úgymond megszűrjék ezeket a zavaró jeleket. Tehát amikor kapunk egy radarképet, amit azonnal mondjuk le kell közölni, akkor azt látjuk, hogy ezeket a szeleteket különböző algoritmusok és a valószínűségszámítás alapján megpróbálnak kivenni, és megpróbálják kiszámolni a körülötte lévő információból, hogy azon a területen valószínűsítően milyen körülmények uralkodnak. Természetesen ezek a megközelítő értékek csak tippek, idézőjelben, tehát ezek csak megközelítések, amiket egy algoritmus csinál, tehát semmiképp sem pontosak. Ezáltal ugye nem pontos képeket
kapunk az időjárásról, és sajnos sok esetben ezek miatt, a zavaró egységek miatt nem pontosan azt az előjelzést típus kapjuk például a csapadékok esetén, amire szükségünk van. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és erre oda kell figyelni, és ezzel a videóval erre akarjuk felhívni a figyelmet, illetve azokra a hősökre, akik nap mint nap ezekre a jelekre vadásznak. És hogyha azt hinnétek, hogy ők nem vadásznak ezekre a jelekre, de pontosan így van. Hiszen egy terepjáróval járják az országot, tulajdonképpen minden nap megkapják, hogy merre vannak így irányszinten ezek a zavaró dolgok. Tehát így éjszakkeletnek menjetek, nagyjából arra lesz, hogy hány kilométerre van pontosan a zavaró jel, fogalmuk sincs, hanem elindulnak, és az autóradart használva konkrétan arra mennek, amerre pittyeg. Amikor már megfelelő közelségben érnek egyébként ezekhez a területekhez, akkor már kézi eszközzel mennek tovább, és látják el azt a feladatot, hogy megkeresik ezt az egységet, majd felszólítást követően segítenek megfelelően bekalibrálni, hogy további működésében ne zavarja ezt a dolgot. Természetesen nem arra kell gondolni, hogy a hajdani hortobágy kommandóval együtt kivonul a két fiatalember, és ugye megfenyítik azt, aki ezt az eszközt használja. Természetesen itt egy segítségről van szó, illetve egy szabály betartásáról, ami arról szól, hogy milyen frekvenciatartományokban lehet használni ezeket az eszközöket. A legjobb példa nyilvánvalóan nem Misi bácsi routerre lesz, amin keresztül Skype-on az unokájával, mert az pont 5 GHz, hanem itt olyanokra gondoljátok, amikor például ilyen kisebb szolgáltatók mondjuk vidéki városokba mikrohullámmal lövik az internetet, mondjuk egy központi részből, ezek az antennák tudnak olyan erős jelet sugározni pont ebben a frekvenciatartományban, amik gondot jelenthetnek ezeknek a mérőállomásoknak. Ezzel a videóval igazából csak az Országos Meteorológiai Szolgálatra szerettünk volna beszélni nektek, elmondani, hogy nekünk iszonyatosan pozitív élmény volt látni, hogy mit csinálnak, és tényleg lenyűgöző a munkájuk. Én igaz, hogy a számomra minden érdekes, de szerintem nagyon-nagyon informatív és nagyon izgalmas volt beletekinteni abba, hogy hogy dolgoznak, és hogy milyen magas színvonalon van a magyar meteorológiai előrejelzés is. Illetve szerettük volna mindenképpen felhívni a figyelmet arra, hogy aki ilyen eszközökkel foglalkozik, az igenis figyeljen oda a szabályok betartására, mert nagyon komoly következményei is lehetnek annak, hogyha nem tudjuk bizonyos területeken meghatározni pontosan, hogy éppen milyen időjárás lesz. Hiszen megtanultuk már, hogy a meteorológiai szolgálatnál, hogy időközben a jégeső megelőző rendszerből jégeső kárenyhítő rendszer lett. Mi nagyon sokat gondolkodtunk azon, hogy ez a rövid kis felhívásos, informatív videó nem lesz elég arra, hogy elég dolgot megtudjatok a meteorológiáról, illetve magáról az éghajlatváltozásokról Magyarországon, vagy a világon, és a többi, és a többi. Ezek az emberek pedig, akik szintén még egyszer mondom, nagyon-nagyon jó arcok voltak, rengeteget tudnak erről mesélni. Úgyhogy jelezzétek légy a komment szekcióba, hogyha tetszik nektek ez a téma, és érdekel titeket, mert egy másik műsorunkban mindenképpen szeretnénk sokkal bővebben beszélni erről a témáról. Szóval lájkkal, kommentel valamivel jelezzétek, hogy szeretnétek még erről a témára haladni, illetve mondjátok el, hogy mi a véleményetek erről a videóról. Reméljük, hogy tetszett nektek, és legközelebb találkozunk. Szevasztok!